Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Hát igen, már csak 5-öt kell aludni, és megnyit a 42. Agárdi Popstrand, bizony mondom, 42 esztendős, ahol jól érezzük magunkat, ahol énekelünk, táncolunk, már 42 éve a csodás vízparti környezetben, vendégem pedig ki más lehetne, mint Turbók János, azaz Turbina, szervusz. No, hát eljött ez az idő is. Én azt hiszem, hogy kellő előkészületek után egy fantasztikus augusztus végéig koncertsorozat vár ránk. Vágjunk a közepébe, hiszen itt van a hétvége, 29-én szombaton már, mutatom is, Hooligans és Piramis koncert, kérem szépen. No, hát azt hiszem, hogy évről évre változik, majd beszélünk az állandóról is, de a Hooligans és a Piramis az bejön. A Piramis már nem az a Piramis, tudjuk, ugyanakkor a Hooligans pedig az a feltörekvő csapat, amely bebizonyította, hogy helye van a magyar könnyűzene életben, méghozzá frekventált helye. Nagyon, nagyon, nagyon nagy helye van a Hooligansnek, és ha észrevetted a programot, az sem változott színvonalában, tehát az Agárdi Popstrandon nincs alternatív, nincs techno, nincs káromkodós rap, nincs punk, normális műsor, állítólag a közönség legalábbis ezt mondja. A közönségünk elvárása az, hogy ez legyen, és nem fog csalódni az első koncerten sem. Ma beszéltem a hangosításra, Frenész Károly, Scorpio, ő az Omega Sound, és kiteszi a kereszt, kiteszi a hangot, maga színpad, gyönyörű gyepszőnyeg, és a műsor. Tehát levágtad a nagyon, fú, a nagyon füvet. Amikor kánikula volt, akkor nem vágtunk, megvártuk, hogy menjen el. Vége a kánikulának. Locsolás, most az eső, remek, csoda. Pazaridő vár ránk, biztos. Amiről viszont hosszasabban kell, hogy beszéljünk, mert a Hooligansre és a Piramisra, és az AC/DC is lesz, azt hiszem, hogy ez is különleges színfoltja a zenének, de amikor az Eddához érünk, a Pataki művekhez érünk, Attilával az élen, én azt hiszem, hogy mindenkinek megdobban a színe, és nem csak azért, mert mi ezer éve szeretjük, hiszen itt a kollégákkal is beszéltünk róla, hogy az Edda minden esztendőben történjék bármi vendég nálad, és ráadásul Attila az egyik legjobb barátod. Egy kicsit idézzük meg, közben megmutatom a plakátot, mert ezt érdemes megnézni, mert ez mindig az egyik főszám. Ugye ezzel lelke kezdődik van. A július 6-a. A plakátnak is lelke van. A plakátnak is lelke van. No. Honnét eredeztethető a barátságod Attilával, illetve az Eddásokkal? Ki sem merem mondani, 1979-ben. Tehát idestova 40 éve. A Kertészeti Egyetem klubjában, a legendás Kertészeti Egyetem klubjában átadtam az év ígéretedért az Eddának. Majd megrendeztem 1981-ben élő tévéadásban az Edda koncertet. Azóta is egy dokumentum, egy örök dokumentum. És ez az elmúlt 40 év, ez közös munkával, közös lelkivilággal, közös zenei értékekkel, zenei igényekkel párosult, és a legfontosabbal a közönség tiszteletével. Igen, és nem változott sokat. Mármint nyilván külsőleg egyértelmű, hogy változtak az Eddások is. Viszont megmaradt az a 40 éves csapata, és minden esztendőben hozzájuk kapcsolódik egy-egy újabb fiatal generáció. Ezt gondolom észrevettem. Ez egy értékrend. Az Eddánál észre kell venni a világszínvonalú zenei szerkesztést, a hangszerelést, Pataki Attila világszínvonalú szövegeit, a tudást, a színpadi tudást, a zene, az közönség megkapja óriásan a zenei értéket, és kell egy hely, ahol igenis magas színpad van, mindenki mindent lát, gyepszőnyeg van, vízpart, igen. Romantika. És ez fontos, hogy amit mondasz, és én közben arra gondoltam, hogy ugye 79-ről beszéltél, tehát amikor ők elindultak Miskolcról, és feltűntek Pesten, akkor senki nem gondolta volna, hogy nem fogják őket elfelejteni. Mégpedig azért mondom ezt, hiszen 79-et írtunk, még 10 esztendő volt a rendszerváltásig. És ők nagyon hitelesen fogalmazták meg a magyarság gondját, búját. Tehát olyan színvonalú, amit említettél, az Attila szövegei, azok beletrafáltak, ha úgy tetszik, a közepébe. És ez ma is így van. Így van. Tehát ilyen értelemben nem változtak ők. Értékálló. Értékálló. Turbinánál egy nagyon fontos szó a hosszú távúság. A hosszú távúság is egy érték.
és megvannak, megmaradtak, voltak átalakulások, voltak tragédiák, de megmaradtak nekünk, és a közönség pedig, hát az különleges, az erdások. És az is fontos, hogy esztendőről esztendőre jönnek fel a ma már álló csillagok, akik nemrégiben törtek be, nemrégiben kerültek be a köztudatba. Közben mutatok is egy ilyet, mégpedig azért, mert ugye a lányok kedvence mindenképpen Vastag Csaba, kérem szépen, és hát itt lesz velünk Kassa Tibi. Kassa Tibit számtalan stílusban ismerhettük meg, de kevesen tudják, most már ugye számtalan televíziós műsorvezetője, elfogadott televíziós műsorvezetője, hogy ő azért megmaradt az alapoknál, és én azt mondom, hogy hát persze ízlése válogatja, de nagyszerű énekes is. Hát Agádra Kassa Tibi szórakoztatni jön, benne áll a szája, van mit mondania, van mondani valója, van humorérzéke, énekel is, de a közönség nagyon élvezi, szeretik a Tibit. Igen, hát az ő, ugye IQ függő az ő története, azért mondjuk. Vastag Csaba meg a lányok kedvence, ez egyértelmű, mint a vastag fivérek általában, de a Csaba mintha megkomolyodott volna, és azt hiszem, hogy egy olyan stílusnál állapodott meg, ami megint csak vonzó, a vájtfülű könnyűzene rajongók számára. Csaba egy intelligens popstár, intelligens, a lányok nagyon szeretik, és egyre inkább beérik. Tehát érik, van jövője a Csabának, lesz jövője. Igen, erről beszélgettem vele és Tamással még néhány esztendeje, ő azt mondta, hogy ő nem fog változni. És ez így is történt, és hála Istennek. Szimpatikus. Szimpatikus ez a történet. Tehát ez lesz július 13-án. Aztán Mobilmánia, ugye ez is 1000 éves történet nálunk, Wikidállal. A Wikidáról egy kicsit beszéljünk, hiszen meghurcolták, bocsánatot kért, viszont elengedhetetlen őt meghallgatni, hiszen rocklegendáról van szó. Így van. Wikidáll Gyula bűnt nem követett el, meghurcolták. Nehéz idők voltak azok a 70-es, 80-as évek, nagyon, nagyon nehéz idők voltak. Engem is megfigyeltek, én is kitiltott voltam. Igen, egy megfigyelt ember voltam, és tudom, hogy mi volt akkor, és mi van ma. A mai fiatalok nagyon nehezen tudják ezt megérteni, hogy milyen rendszerben éltünk. Gyula egy nagyon nagy sztár, jó ember, egyszerű ember. Először állítólag akkor nyaralt, amikor elküldtem a Dynamit Premier koncert után nyaralni a feleségével 1979. július 28-án. Előtte soha nem nyaralt, és elküldtem 3 napra a sikeres Dynamit Premier után, és nagyon hálás volt. Egy egyszerű ember, egy világsztár, egy hang, és van nekünk a Gyula, és van nekünk, vagy Gyula nekünk, és július 20-án az Agádi Popstar közönség a Mobilmánia koncerten. Igen, mert a Mobilmánia az fontos. Igen, hát ez egy ismét egy zene, nagyon meghangszerelt zene, nagyon odafigyelősen meghangszerelt zene, ennek megint csak jól kell szólni, és látni kell. És mint ahogy látni kell, és hallani, és odafigyelni a kelleténél jobban, én azt hiszem. Tehát a koncertet óhatatlanul is belemerül az emberfia, de ha irigy honnan irigy jön, akkor figyelni kell minden egyes pillanatra. Ez a csapat elérte azt, hogy a semmiből indultak, nyilvánvaló, felkészült zenészek, és az a fajta humor, az a fajta éles humor, amit ők képviselnek, az utánozhatatlan ma is. Egyedi. És ráadásul ugye barátok, megint csak. Egyedi. Bár itt ezt mindenkire mondhatom, hogy barát. Igen, igen, egyedi, ilyen nincs még egy, hogy ez a 8 férfi, élőben, tehát Agárdon mindig 8-an vannak, élőben zene, humor, zene, és a közönségnek fülig el a szája, és úgy megy el, hogy látni rajtuk, hogy kaptak egy jó adag boldogságot. Igen. Különleges koncert, Agárd így mindig koncert. És az Animal Cannibals, tehát ugye elmaradhatatlan szintén. Igen, igen, igen. No. Ergo, ha barátokról beszélünk, akkor Szikora Robi ott van a kellős közepén a szívednek. Nagyon, nagyon, nagyon. És ráadásul kevesen tudják, bár számtalanszor beszélünk róla, de érdekes módon mindig számon kérnek engem, ha nem esik szó erről, hogy a Robi nagyon-nagyon szigorú zenekarvezető. A Robi talán a mai magyar könnyűzenei palettán az az ember, aki rendkívül igényes, aki mindent megtervez. Holott kint a színpadon ezt senki nem hinni.
Neked szintén barát. A Robi hát az első Ergo koncert 1983. március 26. Kertészeti Egyetem Fesztivál klubja. A legelső Ergo koncert, erre is büszke vagyok. A Robi egy olyan világsztározottságú művész, aki már egy szerény, csendes ember, nagy lelkű és temploma jár, tehát a koncert előtt elmegy az Agárdi temploma minden évben, de igényes, odafigyelős, és őt komolyan kell venni. Elvárja, hogy őt mindenki vegye komolyan, mert ő is komolyan veszi a színpad produkciót, a legtöbbet ő rohangál, a legtöbbet ő adja ki magából a színpadon, bármilyen furcsa, a legtöbbet Szikora Robert adja ki magából az Agárdi popszán színpadon, végig rohan, énekel, dobol minden, és ő is egy hosszú távú művész, mondhatjuk azt, és kimert lépni a Hungáriából annak idején 82-ben, megmerte csinálni, hogy a sztárcsapatból kilépett, igen, és megcsinálta az Ergo 83-ban. Elindult egy olyan úton, amit ma is követ. Tudta, mit akar. Musicalek lesznek a programban. Igen, azt színesített a programban. Ő tudta, mit akar 82-ben, tudta, hogy többre képes, és megcsinálta. Meg. Igen. A másik, amit én magam talán leginkább azért várok, mert Révész Sanyival volt alkalmam beszélgetni hosszasan is, írtam is róla, és azzal, hogy most az Ávodival visszatérnek hozzád, ez egy óriási dobás, én azt mondom, a Piramis évek címmel. A Skorpió és a B-52 is ott lesz, de egy kicsit a Révész Sanyiról beszéljünk. Egyrészt a hangszín, amikor berobbant a Piramissal, mindent vitt. Egy egész korosztályt hódítottak meg, Závodi pedig fantasztikus gitáros, azt tudjuk. Hogy sikerült őket meggyőzni? Erre kíváncsi vagyok. Hát a múlt kötelez részben, az emlékeik is kötelezik őket arra, az Agárdi Popstar nagyon nagy koncerteket csináltak, illetve van egy örökös bánatunk, tragédiánk, ez a 79-es év, amikor a július 21 Omega 22 Piramis, tehát július 21 szombat, 22 vasárnap, pénteken a kommunista eltársak betiltották, és ezt soha nem fogjuk kieverni, soha. Soha. Igen. Péntek egy nappal korábban ezt megmerték csinálni, meg tudták csinálni, és ők úgy érzik, hogy Agárdon adósságuk van olyan szempontból idézőjelben, hogy ott még meg kell mutatni egy pár dolgot, és meg is mutatják. Nagyon komoly koncert lesz, nagyon várjuk. Nosztalgia, nem beszélve a Skorpióról, hát nekem az első munkám a Skorpió együttessel volt, a legelső munkám a Frenes Károllyal, 70-es évek, és a B-52 pedig végig jó zenéket játszik, tehát egy B-52 az már eleve egy nagy élmény lesz. Ugye ez első augusztusi szombat. Igen, igen. A következő pedig ismerős arcok, Dinamit, Varga Miklós, Balázs Fecó, Sztárparádé. Hát az ismerős arcok úgy robbant be, legalábbis a köztudatban, hogy jött a nemzeti identitást nagyon-nagyon segítő daluk. Ami most már himnusz, Dunaszerdahelytől Csíkszeredán át, jószerivel valamennyi a Nagy Magyarország területén mindenütt. Én azt gondolom, hogy ha csak ezt az egy dalt írták volna, pedig nem így van, hiszen rendkívüli mélységek vannak ebben. Szövegben, dallamban, mindenféle értelemben. És ha ehhez még hozzáadjuk Dinamitot, a Dinamitot, Varga Mikit, ugye nem kell beszélni a honfoglalásról, meg az összes többiről, és Balázs Fecót, aki a maga egyedi stílusával szintén belopta magát a szívünkbe immáron évtizedek óta ott vannak az élvonalban, akkor azt mondom, hogy bár minden estére ezt elmondhatom, de augusztus 10-e ez egy különleges. Beszéljünk az ismerős arcokról. Előtte tisztelt Fejérvári közösség, mi vár rátok a Gárdon? Látjátok? Ismerős arcok. Nekem nagyon nagy öröm az, hogy a közönség, bár nem gyorsan, de szép lassan megszerette őket, és értékeli. Most már nagyon értékeli a közönség az ismerős arcokat. Felfedezték a tartalmat, az értéket. Készülünk el a koncertre is, nagyon készülünk. Nagy csemege, egy nagy műsor csemege. Varga Miklós, hogy kerül a képbe így Balázs Fecóval, Dinamittal? Most tudnék mondani ellenneveket, nem mondok. Nem mondja ellenneveket. Jó emberek, nagyon művészek, emberi értékek, és a közönség megkapja, amit vár, és nagyon megkapja ezen a koncerten augusztus 10-én az Agárdi Popstandon. És a Dinamit, hát készülnek, egyszerűen izgulnak, hogy milyen lesz a koncert, jó idő lesz, és én csak egy dolgot csinálok,
megadom a hátteret, a feltételeket, meg kicsit a dolgot megszerkesztettem, de a többi a közönségem múlik, meg a művészeken. Mielőtt tovább mennénk, azért egy kicsit világítsuk meg, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ezek a sztárok elfogadják a meghívást. Tehát egyik oldalon kell a 40 esztendő, 42 év, tehát ez, mert ez bizalmi kérdés, valljuk meg. Másik oldalról azt, hogy tudják, hogy mire számíthatnak tőled, illetve Agártól. Ugye a Velencei tópart vonzó, Agárt önmagában vonzó, az viszont mind kevés lenne, ha nem lennél te magad. Hogy zajlanak ezek a tárgyalások? Hát, ahogy ma a Karesszal beszéltem, hogy telefonon a hangosítás ügybe, hogy azt oda teszi a Hooligansre az összes hangosítását, az Omega Sound. Ez úgy megy, kedves Lajos, hogy egyrészt a 40 éves ismerettség és stílust maga után volt. Tehát így a sztárokkal, mint a Turbina, senki nem beszél állítom. Olyan a tárgyalási stílusunk, baráti, közvetlen, ízes, el tudod képzelni, mire gondolok, ízes. Azon kívül nagyon értékelik ezt a színpadot, nagyon szeretik az értékeit, de látják a hátteret. És nem értik, hogy nekem ezt miért így kell csinálnom. Ilyen szegényesen, tiszta fehér nemű, de az egész szegényes. Magamra vagyok hagyva, és értékelik ezt a küszködést, látták a 70-es, 80-as években, mi volt a 90-es években, és csodálkoznak, hogy lehet ebből kihozni egy 42 éves szabadtéri színpadot. És értékelik, nagyon értékelik. Tehát ez megerősítésnek. Ők látják, a kulisszák mögé látnak, a közönség nem látja a hátteret, csak ugye szörnyet látja. Én csak szőrmentén. De ők látják, erről. De te is láttad, látják a hátteret, és nagyon értékelik, hogy ez így összejön, és ilyen értékek, és nincs mondom még egyszer benne alternatív, ilyen hülye gyerekek, ilyen elvarázsolt ízék, mind külön-külön egy művész, sokféle stílus van, de érték. Nagyon fontos. No, augusztus közepe, végre egy nő. Tudom, hogy a Szikora Robi hozza az ő gidáit, vagy most másként nevezi őket, de mindegy, meg egyébként is van, ahol vannak kóristák, de hát végre itt van velünk Zoltán Erika. Sokan azt mondják, eljárt felette az idő, én hallottam, nem igaz ez, annál is inkább, mert szerintem az Annibal Cannibal-szel ismételten, illetve Kassa Tibi is visszatér ezen a napon, ez egy szép este lesz. Az Erika olyan könnyed dallamokat énekel a magától értetődő természetességgel, ami én azt mondom, hogy ő is egy példa arra, hogy nem csak túlélésre játszik, hanem valóban túlélte. Igen. Megint csak az a szó, hogy hosszú távolság. Igen. De az is fontos, hogy Agárdon az életkor nem számít. Négy generáció. Négy. Igen, Zoltán Erikán bizonyos vagyok benne, hogy ott lesznek az óvodás gyermekeikkel, illetve a nagyszülők is természetesen. Négy generáció ott lesz, és élvezik, és táncolnak. Ez az este a táncról szól, és meg is fog történni, hogy mindenki ott fog táncolni. Gyere táncolni, ez egyértelmű. Igen, ott fognak táncolni, és élvezik, hogy ott lehetnek együtt barátok, családok. Nos. Aztán Szent István ünnepének előestéje, az mindig nagyon fontos számodra. Egyik oldalról az árokoncert napja, augusztus 19-e esztendők óta, évtizedek óta, másrészt pedig akkor mindig jön a különleges, a felütés. Most ez a tankcsapdával valósul meg, a tankcsapda megint a szívem csücske, meg a tiéd is, nagyon is jól tudom, és a P-box is ott lesz, de én akkor azt mondom, hogy a tankcsapdáról beszéljünk, mert amit mondtam az ismerős arcok, ról, hogy berobbantak valahogyan. A tankcsapdának nem volt ilyen gondja, hiszen az a kemény rock, amit ők játszanak, az népszerű volt mindig. Ugyanakkor ezt eladni, úgymond, sokkal nehezebb. És kiderült, hogy van egy olyan állandó rajongói létszám, akik zsúfolásig megtöltik minden tankcsapda koncerten, és ha kell, a világ végéről is eljönnek megnézni, meghallgatni őket. Igen, nekem ott egy dolgom van szinte, jól szóljon. Ez a rockzene jól szóljon. Adja vissza a stúdió minőséget, hogy a rockerek élvezzék a rockot. Világos. A környezetet, egymás társaságát. Ennek a zenének jó kell szólni. Agárdon meg is fog történni. No, a koncertek előttről is beszéljünk, hiszen általában 17:30 kaponyítás.
Igen. Az még mind semmi. Mi történik utána? Hiszen a koncertek általában 7-kor kezdődnek, lesz olyan, ami 7-kor igen, és 8-kor. Igen. Hagyományosan egy kis csülkös bableves parti, tehát nem paprikás krumpli, vagy nem spagetti, hanem egy ízes, nyárcsorgató, nyárelválasztás beindító csülkös bableves parti fogadja a vendégeket. Leülnek a vízparton, szól a zene, és élvezik egymás társaságát, vagy készülnek az este nagy koncertre, amely láthatod, kedves nézőink is láthatják, sokféle stílus. Arra odafigyelek, igen. Tehát sokféle stílus, és utána megették azt a csülkösbablevest, megkóstolták, és akkor szórakoznak egy nagy jót. Tehát egy borzongatóan szép június, július, augusztus vár megint csak az agárdi popstrand rajongókra. Rengeteg jegyet eladtál már. Hát végül is egy dolgot azért elmondanék, és sokan tudják, hogy mi nagyon sok jó dolgot támogatunk évtizedek óta. Tehát az egészségügyben dolgozókat, az országos mentőszolgálat, a gátvédőket, bár most nincs árvíz, de a gátvédők éppen úgy kapnak tiszteletjegyeket. Amikor árvíz volt, 2010-ben 440 gátvédőt láttam vendégül a Demién koncerten, csak úgy spontán 440 gátvédőt, az árvíz ugye tavasszal volt júniusban, ez pedig valamikor júliusban, de a Vörösiszap elhárítókat is vendégül láttam később, fél év múlva az Ergo koncerten, mind a 380 Vörösiszap elhárító hőst, tehát rengeteg olyan dolgot támogatunk alapjaiban, alapfelfogásból, hozzáállásunk ilyen, akik gesztusértékű belépőket kapnak, mert nagyon megérdemlik. Szakorvosi rendelők, kórházak, és még sorolhatnám. Határt védő honvédek, akik védik a magyar határt télen-nyáron, miniszter úr kérésére koncerteként 350 határvédő, két éven keresztül. Ezt azt hiszem követésre méltó gesztus. Így kerek ez a történet. Ugye azt mondod, hogy 42 éves, és akkor hogy a következő 40 évre készülünk. Már második 40 évre. Ez már a második 40 évre. Igen, igen. Hát jó, nekhez kívánok neked jó egészséget, bízom benne, hogy fogunk találkozni, mert természetesen azért ott leszünk egy koncerten. És hát köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, Pazar program. Tehát kedves nézőink, június 29-én Hooligans, Piramis és AC/DC, Agárdon, a Popstrandon. Várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm a figyelmet. Thank you.